Az önkormányzat korábban a Magyar Labdarúgó Szövetséghez nyújtott be pályázatot, a sikeres elbírálást követően 2017. májusában meg is kezdődött a pálya felújítása. A kivitelező cég megoldotta a csapadékvíz elvezetését, kicserélte a talajt, automata öntözőrendszer telepített, valamint minden igényt kielégítő gyepszőnyeget terített le. A pihentetési időszakot követően a labdarúgók néhány hónapja már birtokba is vehették a pályát, most vasárnap pedig az ünnepélyes átadót is megtartották. Eltelt idők a közelmúlt alapján nincsen, nem szégyelhetjük, hogy sikerül ilyen sportfejlesztéseket megvalósítani, hiszen nemrég adtuk át a műfüves nagypályát, most pedig a füves pályát, és hát természetesen folyamatban vannak egyéb vonatkozásban is sportfejlesztési elképzelések. Nem az önkormányzat érdeme, ez elsősorban, hanem a helyi sporttársadalomé. Az elmúlt időszakban egymást érik Magyarországon a pályaavatók, a műfüves létesítmények mellett egyre több élő füves pálya is megújul. A minőségi szakmai munka elősegítése érdekében a megyei igazgató szerint fontosak ezek a fejlesztések. Hál' Istennek tavas pénzből a megye létesítményei megújulnak, új öltözök, új pályákat tudunk építetni. Itt Baján is elkészült, ugye korábban a műfüves pálya, és most ez a szigeti pálya felújítása is megtörtént, aminek nagyon örülök, hiszen füves pályán azért más, mint műfüves pályán gyakorolni, és ezek a gyerekek itt megtanulhatják a technikai, a futball technikájának alapjait. A beruházásban óriási segítséget nyújtott Baja legnagyobb vállalkozása, a cég nem először támogatta a bajai sportéletet. A Maradunk Sportos cég, illetve sport és kultúra, hogy megemlítsem akár a vízi Ulmi Deregének a támogatását, vagy a belvárosi templom orgonájának a felújítását. Természetesen sport és kultúra továbbra is egy fontos szempont lesz számunkra, mind a mellett, hogy igyekszünk foglalkozni az egészséges élettel, az egészséges életmóddal. Az ünnepélyes szalagátvágást követően pedig útjára is indulhatott a labda, a Bozsik program aktuális fordulójában több korosztály rúgta a bőrt. Hamarosan pedig egy másik sikeres TAO pályázat keretében a pálya melletti öltözőépület újulhat meg.